következő epizódban a szoftverekről és arról lesz szó, hogyan tudunk a legegyszerűbben, leggyorsabban videókat rögzíteni a készülékünkkel. Fontos kiemelnünk, hogy a hardvert lehetőleg szaküzletben szerezzük be, ahol rátermett szakképzett eladók nyújtanak segítséget, valamint segítenek abban is, hogy a megfelelő módon konfigurálva legyen a gép. Erre azért van szükség, mert bekapcsolás után így egy azonnal használható készüléket kapunk, amivel nem lesz további dolgunk, és azonnal megkezdhetjük a munkát. Ezzel időt és energiát spórolunk. Videók rögzítéséhez a legegyszerűbb és leggyorsabb, hogyha a Zoom nevű alkalmazást válasszuk. Ezzel 40 percnyi anyagot tudunk rögzíteni, amelyet azután MP4 formátumban exportálva a YouTube-ra tudunk feltölteni. További lehetőségeink a Windows 10 beépített alkalmazásai, a Windows Camera applikáció, amit a Start menüből érünk el. Itt szintén videót tudunk rögzíteni a webkamera segítségével, kezelése rendkívül egyszerű és felhasználóbarát, nem igényel technikai felkészültséget. Felvétel során ügyeljünk arra, hogy a lehető legjobb minőségben és a legmagasabb hangminőségben rögzítsük az anyagot. Arról, hogy mire figyeljünk a felvételek során, egy külön epizódban fogunk részletesebben beszélni. Munkánk során számos szoftverre lett szükségünk, amelynek ingyenes és fizetős verziói is elérhetők az interneten. Most abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy az ingyenesen elérhető szoftvereket vegyük egy kicsikét nagyító alá. A leggyakrabban használt Office csomagnak ingyenes alternatívái is léteznek, a Google ingyenesen elérhető alkalmazásai nagyon jó alternatívát kínálnak a Microsoft termékeivel szemben, ingyenesen elérhetőek, tökéletesen funkcionálisak és bárki számára ingyen hozzáférhetőek. Ugyanezeket az alternatívákat kínálja az OpenOffice csomag, amely szintén ingyenesen elérhető. Amennyiben a prezentációinkat képanyaggal szeretnénk színesebbé tenni, ingyenes képeket tölthetünk le a pixabay.com-ról vagy az internetről a Google Images segítségével. Ebben az esetben érdemes utána néznünk annak, hogy lehetőség szerint jogtiszta forrásból származó képeket használjunk. A Pixabay esetében nyugodtak lettünk, hiszen a képek ingyenesen felhasználhatók reklámokhoz, prezentációkhoz és grafikákhoz egyaránt. Amennyiben a prezentációinkhoz hanganyagot is szeretnénk rögzíteni, egy ingyenes és nagyon jól működő megoldást kínál az Audacity alkalmazás, amely szintén ingyenesen hozzáférhető, és rengeteg beállítási lehetőséget és szerkesztési lehetőséget kínál. A használata egyszerű, nem igényel különösebb technikai tudást. A vállalkozó kedvű felhasználók figyelmébe ajánljuk a HitFilm Express videószerkesztő alkalmazást, amellyel tovább tudjuk szerkeszteni videóinkat, ki tudjuk javítani a benne található hibákat, és egy minőségi terméket tudunk előállítani. A felsorolt ajánlásokat és hivatkozásokat ez a Dubox oldalán találjátok meg. Fontos kiemelnünk, hogy ezek ingyenes alternatívát kínálnak és remekül használható szoftverek.